Vasari Péter vannak. Vannak. Kell, hogy legyenek életünkben olyan órák, napok vagy időszakok, amikor igazán nem számít semmi. Sem a gondok, sem a tervek, sem a kicsiségünk, sem a magányunk, sem az idő múlása. Csak az öröm, csak a játék, csak a szeretet, csak a pillanat pazarlása, csak a jelen. Isten tékozló jóságában, tiszta szentségében, mert homályos szemünkben naivitásnak látszik, és fantasztikus szabadságában azt akarta, hogy az ember élete tiszta szeretet legyen, öröm és önfeledtség. Ez azonban nem megy. Ebben megbuktunk. Nem Isten tehet róla, hogy mi vagyunk kevesek. A szenvedést éppen, hogy elviseljük. A magány fáj nekünk. A szeretetlenség összetör. De Isten nem rúgja föl, hogy gyöngék vagyunk. Mióta látja, hogy folyamatosan megbukunk, velünk szenved, velünk fáj, velünk szorong, ügyeskedik, kitart, kalkulál és remél. De nem adja föl a tervét. Nem csak karácsony estéjén villan föl Isten, mint sötétségünk öröme, hanem ő mindig és egészen önmagát szánja nekünk, örök születést, örök szeretetet, örök örömet. Azért, mert ő Isten, tehát nem érheti be kevesebbel. Ezért, ha azt hisszük a karácsonyról, na, végre itt van a szeretet ideje. Tévedünk, mert minden idő a szeretet ideje. Még akkor is, ha ez nem megy, vagy csak nagyon nehezen megy. És minden idő az ajándékozás ideje, és a legfőbb ajándék nem valami, hanem valaki. Isten fia. Ezért bármilyen leleményes ajándékot adjak, ha magamat megtartom magamnak. Nem adtam semmit. Ha Isten magát adja nekem, adhatok-e más neki, mint magamat? Jézus Krisztus két karja nem roskadozott a selyem szalagalát kötözött dobozoktól. Ő maga roskadozott, amikor sovány vállára vett minket, az egész világot, hogy megtisztított ajándékként adja oda az atyának, önmagában pedig az atyát nekünk. És nem csak néhányunkra gondolt, hanem mindenkire. Kimondhatatlan elhatározás ez, amely elnéz a megvetés, a gúny, az értetlenség, az akadékoskodás, még saját halála fölött is, és csak egyet akar szeretni. Mert egyedül ez az élet. Ez az élete. Azt kell, hogy karácsonykor mélyen megértsük, a kis Jézus bölcsőjében a történelem, az emberi sors, a halál vett teljes fordulatot. Az üdvösség fekszik abban a bölcsőben. Nem pedig egy reformtörekvés, nem valamiféle frappáns magyarázat. Nem csak jóvátétel, hanem fiának képében maga Isten. Ezért jókunk van az örömre. És hogy ne örülnénk egymásnak, ha ő is örül nekünk.